A vízbiztonságot és az úszás alapjait tanítják a gyerekeknek a karcagi Akácsliget fürdőben. Évtizedek óta a nyári szünetben úszás oktatást tart az Akácsliget gyógy- és strandfürdőben Kun László úszóedző és Keserű Sándor. Sok szülő várta magát az úszás oktatás, és gyerekek is várták, hiszen visszatérő vendégeink vannak a gyerekek közül, családok közül, ha lehet úgy mondani, hiszen nyugodtan mondhatom, hogy több évtizede csináljuk már a nyári úszásoktatást. Valaki nyári úszótábornak hívja, valaki mencsvárnak tekinti a nagyszülők közül, hogy végre valamivel le tudja kötni a gyerekeket. Várják szülők is, várják gyerekek is, megmondom őszintén, mi is várjuk. Mindig új barátságok alakulnak ki köztünk és a gyerekek között, ha lehet így mondani, szülők között is, és gyakorlatilag van érdeklődés. A legkisebbek óvodások, a legidősebbek iskolások. A kicsiknél a vízhez szoktatással kezdenek, és folyamatosan jutnak el az úszás alapokig, a vízbiztonságig. Gyakorlatilag az első csoportunk mindig az óvodás csoport, vagy a még éppen nem iskolás kezdőcsoport van 8 órától, egy óra hosszában, ugye a 2 hét alatt. Hát előfordul, hogy azért kisebb gyerkőc is becsúszik a csoportba, hiszen a nagy tesó jön, a kicsi nem szeretne kimaradni, akkor mondhatom azt, hogy rutinunk van már benne, és akkor próbáljuk a kicsit a vízhez szoktatáshoz, és akkor megelőzünk egy otthoni kis versengés vagy rivalizálás a testvérek között. Ez úgy gondolom, hogy normális keretek között, amíg a biztonság megengedi, belefér. Nagy létszámban nem merjük vállalni természetesen, de mindig vannak kivételek, tehát megoldható. Ez a szülőknek is nagy megnyugvás, hiszen ha elmennek nyaralni, már tudják, nem lesz gond a kicsikkel, ha strandra szeretnének menni. Van olyan gyerkőc, aki abszolút nem fél a víztől, és szinte ösztönös mozdulatokkal, majdnem hibátlan technikával, majdnem munkanélkülivé tesz bennünket, mert már tud úszni. De természetesen van olyan gyerek, aki a hajmosástól is fél, meg magától a víz látványától. Hát itt a félelem leküzdése, a hozzászokatás, én úgy gondolom, egy picit hosszú idő, de megéri. Tehát, hogyha most megbarátkozik a gyermek a vízzel, és nem egy félelemmel vagy egy undorral jön ki, akkor már megnyertük, hát utána meg gyakorlatilag bármit megcsinál nekünk. A nyári 10 alkalmas úszás oktatás első 9 napja a szülők hozzátartozók nélkül zajlik a tanúszodában. A 10. nap bemutató foglalkozással zárul, amelyre már a szülőket is várják az edzők, akik nagyon büszkék gyermekeikre a látottak alapján. A 10 napból szoktuk kérni, hogy 9 alkalommal ne is lássuk ide fenn a szülőket, egyéb okok miatt, de a 10. nap, tehát az egy nyílt foglalkozás, és akkor vannak ám itt örömökbe sírószülők, meg hát madarat lehetne fogadni a nagyszülőkkel is, meg csupa öröm és boldogság. Nyilván van, aki egy kicsit többet vár a gyerkőztől, de a gyermek nem azt hozza, amit elvárna a szülő. Meg kell győzni, hogy a 2 hét előtti állapotban mit tudott a gyermek, és 2 hét után mit tud produkálni egy úszótanfolyam után a gyermek. És ha apró lépésekkel haladunk előre, én azt mondom, az is nagy szó. Egy ilyen közegbe, természetesen ez más közeg, mint egy tornaterem, és innentől lehet fejlődni. Tehát én mindig látok fejlődést, mindig látok egy kis könnyebbséget, mindig látok egy apró mozdulatot, ami tovább segíti a gyerekeket ahhoz, hogy tudjunk úszni, tovább haladni az úszásban.